Szeretnéd tudni, mivel rád május első hetében? Nézzük! Május 1 e hétfő, főjén föld kecskenap. Nyugodtan indul a hét, kicsit talán túl is, így nem is baj, ha ma nem kell menni dolgozni. Érdemes ma a művészetekre koncentrálni, bármilyenre, akár képzőművészet, akár zene, akár irodalom. Ma nagy lesz bennünk az élvezeti faktorban, nagyon tudjuk élvezni bármelyiket. Művelni is tudjuk, így érdemes akár otthon festegetni is. Figyeljünk oda ma a törvények betartására, mert könnyen megüthetjük a bokánkat. Illetve kicsit nézzünk körbe, mert lehet, hogy valaki a hátunk mögött nem éppen a jó hírünket kelti. Május második a Ked Young nap. Már a már a karrierünkre koncentrálunk, és azt érezzük a legfontosabbnak, hogy megmutassuk magunkat a világnak. És természetesen, hogy a világ elismerje azt, amit csinálunk. Ezt felvértezzük magunkat mindenféle vezetői energiával, így ma tényleg bárkit meg tudunk győzni az igazunkról, az elveinkről, a céljainkról. Lesz azért bennünk egy kis hisztisség és kötözködés, de ez csak a gyengébb pillanatainkban jön majd elő. Ezen felül viszont beszédesek és harcosak leszünk, megyünk előre a kitűzött céljaink felé. Május három szerde a jénfém kakasnap. Előjön megint a szexualitás, ma nagyon-nagyon fontos lesz számunkra, hogy ezen a téren is hassunk az emberekre. Egyébként is, tehát mondjuk szimplán munkában is, de mivel ma két nagyon szexi egy találkozik, ezért kivéthetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a flörtől és a kacérság. Nagyon jó a mai nap előadástartására is, vagy szóbeli vizsgákra, mert gyorsan és pontosan vág az eszünk, mint a borotva. Mindenre azonnal tudunk reagálni, és nem jövünk zavarba, még a legprovokatívabb kérdésektől sem. Május négy csütörtök, Jang víz kutyanap. Na, atya úristen ez a nap! Van itt mindenkérem szépen, érzelmek, álmok, akár még szellemeket is láthatunk, ha fogékonyak vagyunk az ilyesmire. Hihetetlenül erős energiájú nap, amikor megint csak bármi lehetséges, és bármi megtörténhet, és bárhogyan átélhetjük. Nagyon sok érzelem van a mai napban, és amint már mondtam, figyeljünk az álmainkra, jósló álmok lehetnek. Akiknek pedig a saját képletében sárkány, kutya vagy kígyó van, azok készüljenek fel egy zaklatott éjszakára, amikor az agyunk csak száguldozik, és azt se tudják, hova kapjanak. Május 5-e péntek, én nap. Változatos, akaratos és művészi. Ez a három szó jut eszembe a mai napról. Biztos, hogy sok minden fog történni, sok olyan dolog is, amire nem számítunk. Viszont az a jó hírem van, hogy ezek nagy részben jó dolgok. Tehát ne aggódjunk, bár nem tudhatjuk, mit hoz a következő pillanat, általában jó dolgokat hoz. Alapvetően jókedvűek, társaságiak leszünk, így egy mára időzített buli nagyon jól sikerülhet. De ha nem csak bulizni akarunk, akkor a mai nap jó vizsgákra is, mert az agyunk is száguldani fog. Egyedül az akaratosságot próbáljuk meg karbantartani, akkor ez mindenképpen jó nap lesz. Május 6 szombat, jangfa Patkány nap. A mai napban minden elem képviseli magát, és ez azért jó hír, mert így mi is kiegyensúlyozottabbak lehetünk. Nem kell ugyanis hiányzó energiákat behoznunk valahonnan, mert a mai napban benne van minden. Nagyon jó a mai nap tanulásra, fejlődésre, tanfolyamra, de ugyanígy nagyon jó társasági életre, bulizásra és kifejezetten jó táncra. Ha valaki ma bele egy tangó tanfolyamba például, akkor jobban nem is használhatná ki a nap energiáit. Mivel már a kígyó hónapban vagyunk, így fogjuk az óvatosságot is. Nem csak ma, de egész hónapban. Május 7. vasárnap, én Fabi Vajnap. Egy újabb kiegyensúlyozott, nyugodtabb nap elé nézünk. Ma kicsit lerassulunk, kicsit visszafogjuk magunkat, kicsit elmérkedünk. Ettől függetlenül a mai nap nagyon jó családi találkákra, mert kedvesek, udvariasak és megbízhatóak leszünk. Biztos, hogy ma nem még oda a süté, és a hús is puha és omlós lesz, ahogyan ezt elképzeltük. Tényleg nagyon kellemes nap elé nézhetünk, próbáljunk meg ma pihenni, ne vigyük túlzásba a házi munkát. Remélem tudtam nektek segíteni ezen a héten is, és legyen nagyon szép hetetek. Sziasztok!